Kurszám monostora, az elpusztult kőbálvány. Ezzel a címmel írta le Mészáros József kutató azt a kis anekdotáját, amelyben a kendesírok feltárásáról ad ízelítőt, beszámolót. Ki volt Mészáros József és a többiek, akik értékelhető eredményeket értek el, amelyeket a hivatalos, úgymond tudományos oldal elhallgatott, lejáratott, bagatelizált, és a leleteket tekintve megsemmisítéssel, eltüntetéssel járt el. Senki előtt ne legyen titok, hogy a magyar tudományosság legfősebb szintjét képező akadémia nem magyar érdekeket szolgál. Ez egy szabadkőműves gittegylet, ami nem csinál mást, mint hogy megsemmisíti, elhazudja, elpusztítja a magyarság ősiségét, mégpedig azért, mert a magyarsághoz köthető vallás, kultusz, a mágia, a mágizmus, Nimród vallása és a mágikus ősnyelv az gyakorlatilag az ő alapprincipiumuk, mitrasztisztelet, beavatások, fokozatok, ez mind-mind a szabadkövőség gyakorolja. Ő működteti azt a minőséget, amelyet nekünk magyaroknak kellene. Ez a bevezető. Három személy nevét szeretném megemlíteni teljesség igénye nélkül, persze menet közben majd még többről lesz szó, Az első helyen mindenféleképpen Sashegyi Sándor pomázi illetőségű, egyébként budapesti születésű amatőr, szeretném kihangsúlyozni, régész, történész, aki nemes egyszerűséggel feltárt egy fejedelmi temetkező helyet, amelyet ő Árpádnak tulajdonított. Tehát ez egy kendesír volt. Míg a másik kutató páros, akik Sashegyi egyébként 41-be tárja fel ezt a sírt, a másik kutató páros pedig, akik 62-be szintén találtak nagyon-nagyon érdekes leleteket, a legérdekesebb a Buda rovásírása, a Buda feliratú sziklasír volt. Ez a páros pedig az előbb említett Mészáros József és ugye Fülöp Zoltán volt. Annyi a különbség a Sashegyi és a Fülöp Mészáros féle kutatások között, hogy Sashegyi szerint Árpád volt gyakorlatilag a kündű minőség, vagy a kende, míg Fülöp és Mészáros szerint Kurszán volt a kende, tehát következésképpen a Sashegyi féle csontváz Árpáddal való azonosítása helyett ők itt a Kurszán féle kende dinasztiát vagy annak a temetkezés helyét sejtik a hódvilágárokba. De abban mindannyian egyetértettek, hogy a hódvilágárok és a Karolina árok, ez fölötte van egyébként, az nem más, mint egy kende, egy szakrális kende nekropolisz elsősorban, tehát halott város, több sírral, 6-7 síra tippeltek, illetve egyben szentély. És azt is hát kiderítették, vagy tudomásukra jutott, hogy ezt bizony még a kemény kereszténység alatt is mágus főpapok, vagy táltos főpapok, vagy sámán főpapok, aki milyen szóhasználatban használja a tudó főpap elnevezést, őriztek, itt remetéskedtek, és itt a pálos rend mindenféleképpen egy érdekes történet, majd erről is fogok ilyen jellegű cikkeket is felszeretnék majd olvasni. Akkor nézzük Mészárost, hogy ő hogy vélekedik magáról a helyről. Egészen addig a pontig fogom felolvasni az ő írományát,
ameddig fel nem bukkan az első, és máig egyetlen csontváz. Ha az emberi anyagokról, vagy az emberi hagyatékról beszélünk, tehát csontvázról, vagy csontokról, akkor kettő, ezzel kapcsolatban kettő értékelhető eredményről beszélhetünk, 2 plusz 1-ről. Az egyik a Sashegyi Sándor teljes csontváza, amit talál. A másik pedig Erdélyi István, ő egyébként a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként kutatott, de neki ugyanúgy tüntettek el leleteket. Tehát még az akadémián belül is megvan az ártó szándék, tehát így kiket, na mindegy, hagyjuk most. Lényeg, hogy ő emberi csontot talált az Y-barlangban, de erről nem tudunk semmit. A Sashegyéről nagyon sok mindent tudunk. A Fülöp mészáros páros pedig nem talált csontvázakat, ők teljes egészében kifosztott sziklasírokról tesznek említést. Evakuálták. Egyéb iránt a Sashegyi is kifosztott volt, de ott a hagyaték, az emberi csontváz az megmaradt. De voltak olyan temetkezési helyek, ahol még az se. Na jó, bevezetőnek legyen elég ennyi, és akkor most felolvasnám ennek a beszámolónak az első részét, egészen a csontváz felbukkanásáig. A holdvilágárok bejáratát a Kiskovácsi Majornál szikla törmelékekkel borított bozótos földnyelven derékba tört kőbálvány őrizte, még néhány évtizeddel ezelőtt is. A magyar honalapítás korában készülhetett, a helyszínen található durva szemcséjű kőanyagból, erőteljes, elnagyolt faragással. Míg állott, kőarcával nyugat felé nézett, amerre keleti népek a holt lelkek országát sejtik. Ezért volt, itt ez a saját megjegyzésem, azt mindig mondom, hogy honnan jön a saját rész, észrevétel. Tehát a nekropoliszokat, halott városokat, kende temetkező helyeket, azt mindig az akropolisztól nyugati tájolásba helyezték el őseink. És akár Pomáz, akár Budakalász, akár Békásmegyer vagy Üröm térségét nézzük, ahol általában a régi hun központot, hun magyar központot, fejedelmi központot keresik a legtöbben. Ehhezekhez képest mindegyikhez nyugati tájolású a holdvilágárok. Jó, innen folytatom. Lerombolása, mármint ennek a szakrális, hát gyakorlatilag ősvallásunkat is reprezentáló nekropolisznak. Tehát lerombolása Kálmán király idején történhetett, aki keményen fellépve a 12. században még mindig szívósan élő pogány vallási szokások ellen elrendelte a Pilisben lévő ősi áldozókövek és bálványok elpusztítását. Hoppá! Tehát itt a Kálmán király kap egy rendkívül ellenszenves forrás támadást, tehát gyakorlatilag, és már tudjuk azt is, hogy nem csak Szent István pusztított gyakorlatilag az ősiségünk, az ősi vallásunkkal kapcsolatban, hanem Kálmán király rendelete is ismert ezzel kapcsolatban. Egyébként Szent Lászlónak is voltak ilyenjei, úgyhogy itt a királyainkra, megmondom, hogy én nem sokukra vagyok emiatt büszke. Nekem sokkal fontosabb a mi ősiségünk, mint egyfajta beilleszkedésünk, úgymond abba, ahova ma is tartozunk. Két darabra törve ezután még mintegy 8 évszázadon keresztül maradt a helyén. Majd az akadémia idején eltüntetik, 8 évszázadig még nem volt útba, 44-től igen. Jó, teljesen elpusztult arccal, de ruházatának faragott részleteit elég jól megőrizve, míg Balsósra végül is 1944-ben a Szentendrei közúzdába teljesedett be. Szándékos lelet megsemmisítés. Tudomásunk szerint még használható fénykép sem maradt fenn róla, így helyette mutatjuk be megközelítő mását, melyet Sashegyi Sándor sírja fölé tisztelői állítottak a pomázi temetőben. És itt közel egy képet a
Sashegyi temetőn látható kő babáról. Egyéb iránt maradt róla fönn fénykép Gallus Sándor régésznél, csak azt a trükköt nyomatta az akadémia, hogy berendelték katonának, és addig meg sem is tettek, amit akartak, ami addig az ő vigyázó kezei között volt. Ő volt az, aki a hivatalos kiküldött régész volt Sashegyi mellett. A Hódvilágárok fejedelmi sírjai és a kőbálvány között könnyű megtalálnunk az összefüggést. Tilalmi jelként állították ide az illetékeseknek távoltartására, illetéktelenek távoltartására, és a pogányhit vallási elejénél fogva teljesítette rendeltetését néhány évszázadon keresztül. Maga előtt összefogott kezekkel állt, fegyver nélkül, de így is erőt sugárzóan. Félelmetes jelentése lehetett a faragott ábrázolásnak, és őseink tisztelettel kerülték ki az általa őrzött szent helyet. Mi mai emberek viszont már nem rettenünk meg ijesztő szimbólumoktól, és végtelenül sajnálhatjuk, hogy egyetlen ismert hon alapításkori szobrászati alkotásunk, a maga nemében páratlan kultikus emlékünk a közöny és a tudatlanság áldozatává vált. A fejedelmi temető őrizetére állított kőbálvány léte a későbbi századok során is jól ismert volt, és eredeti rendeltetése is még sokáig élhetett az itt élő nép tudatában, annak ellenére, hogy keresztényibb színezetű elnevezést fűztek hozzá. A tatárjárás után pilisi remetékből alakult pálos rend részére IV. Béla király és felesége itt a közelben adott hajlékot és birtokként Illéskő földjét. Ez az Illés, már megint belekotnyeleskedem, hát gyakorlatilag egy nagyon érdekes története van, ez megint egy videó téma. A lényeg az, hogy Bál vallást engedélyezett gyakorlatilag izraelita környezetben egy illetékes, és itt történt egy balhé. Na most erről nem szeretnék azért többet mondani, mert erről szeretnék egy videót készíteni. Mert itt megint egy sémi szitja konfliktusról van szó, úgyhogy csak annyit szeretném mondani, ezt az Illés nevet, ezt mindenki jegyezze meg. És akkor majd erről jön akkor a következő videó. Az adományozó oklevél ugyan a birtok helyét közelebbről nem nevezi meg, de alig ha lehet kétséges, az elnevezés a Hódvilágárok környékére vonatkozik. És most lapozunk. A Pilis Szentkereszti kolostor romok és az itteni terület szomszédos közelségénél is nyomósabb bizonyítékot kell látnunk abban a valláspolitikai megfontolásban, mely a pogány maradványok végső felszámolása idején magyar szerzetes rend kezére adja a legjelentősebb ősi kultikus helyet. Talán már a korábban keletkezett pilisi, cisztercita apátság helyének kijelölésekor is célul tűzhették ki a pogány áldozati hely hatásának közömbösítését, viszont az idegenből jött és a magyar nép számára idegen maradt francia szerzetesek ezt a feladatot eredményesen el nem végezhették. Itt jegyezném meg megint, Kotnyeles, hogy Bakony Bélben, hogyha valaki kirándul, jobb idő van akkor is, rossz idő van akkor is, keresse fel a Szent Kút, Borostyán Kút nevű helyet. Ott tábla jelzi az egykor volt pogány áldozó helyet, amelyre Gellért, Szent Gellért épített kápolnát. És gyakorlatilag Imre herceg István király fia itt részesült nevelésben. Neveltetésben. Gyönyörű halastót fogtok látni, hát egy új építésű kápolnával, és az nincs meg a mára régi, és mögötte gyakorlatilag ott lesz a pogány áldozó hely, de már Szűz Mária szoborral, mécsesekkel, stb. Egyébként egy gyönyörű kálvária domb is van. Bakonybél megint egy nagyon érdekes hely egyébként, Koppány birtoka volt, de sokan, vagy a legenda úgy tartja, hogy ez Koppány áldozó helye. Egyébként van Bakony-Koppány település nem messze ettől, szóval nem csak Somogyország ura volt, hanem a Bakonyi is, meg a Balaton vidéké is. Úgyhogy, hát megint egy videó téma, jó, megyünk tovább. A temető kapujában ez a következő fejezet.
Az, aki járt már ezen a vidéken, és a holdvilágárok lenyűgözően szép képét ismeri, nem csodálkozik azon, hogy egy pogány fejedelmi nemzetség temetkezési helyéül választotta. Mindazok, akik kutatásuk tárgyával belsőséges kapcsolatban állva vizsgálják a múltat, ezen a helyen jóleső érzéssel állapíthatják meg azt, hogy a régi korok emberei sem voltak érzéketlenek a természet szépségeivel szemben. Életük a mieinknél szorosabban fonódott egybe a természetével, szép érzékük is elsősorban ebből táplálkozott, és ebben élte ki magát. Köznapó tanácsos ellátogatni ide, amikor kulturálatlan turisták hangoskodása nem veri fel a temetői csendet, és nem rontja a múltba nézés áhítatát. A kutató munkája is könnyebbé válik, ha át tudja venni a környezet természetes hangulatát, és ugyanez teszi teljessé az élményt múlttal ismerkedni jövő látogatóban is. Furcsa, sehol máshol nem támadó gondolatok ejtik hatalmába itt a szemlélődőt. Felfelé kapaszkodva ugyanazon az úton, melyen kerek ezer esztendővel ezelőtt gyászos éneki halott vivők temetni hozták uraikat. Hát ez egy nagyon szép rész. A felvetések szerint a holdvilágárok szakadékos középszakasza táján 6-7 fejedelmi sír rejtőzhet. Hát ez nem kis szám. A hatalomtól félreállított kurszán utód nemzetségfők, akik életükben nem lehettek kendék, holtukban még minden bizonyan sokáig megadták maguknak a szakrális fejedelemnek kiáró végtisztességet. De itt az előbb említett kurszán hipotézis, tehát gyakorlatilag kurszán és a leszármazottai, illetve hát nem mennék bele mélyebben, hogy mi volt a felvetés. Lényeg az, hogy itt kurszánnak van tulajdonítva. Én nézetem szerint egyébként Árpád temetkezési helyével és a hunokéval állunk szemben. Kényszer hatására ugyan fejet hajtottak az Árpád nemzetség egyeduralma előtt, viszont az eddig itt nyert jelek tanúsága szerint is éltek a jogfenntartásnak ezzel a veszélytelen módjával. A sírok remélhetően rövidesen feltáruló képét ma még elképzelnünk is nehéz. Miután a hazai régészetünknek ilyen jellegű feladatok elvégzésére, mindez idáig nem nyílt még lehetősége. Egy 62-es íromány. Még mai napig aktuális. Megy a pofázás, semmi előrelépés nincs, csak az amatőrök érnek el elmélyeket, de köztük meg sok a kókler. Folytatom. Sajnos élnünk kell azzal a gyanúval, hogy korábbi századok kapzsi kincskeresői távolról sem voltak olyan óvatosak, mint az elmúlt évtizedek régészei, és a sírok többsége már, lapozok, csak kifosztott állapotba fog napvilágra kerülni. Mindent azonban még nem vittek el, talán és nagy tudományos értéke lehet majd annak a leletajának is, mely értéktelen holmi volt a sírablók szemében. Így van. Ez egyébként így lesz. A bikacsontváz meg a méregpohár. A fejedelmi nyughelyen kívül kisebb szerepet betöltő nemzetségtagok egyszerűbb sírjaival is számolhatunk, részben a szakadék feletti lankákon, részben pedig azon a kősáncokkal határolt négyszögletes területen, mely a Lomhegy, úgy írja, déli lábánál a Bükki puszta felé vezető út mellett fekszik. Ez a régészetileg még teljesen érintetlen zárt területegység, az árokhoz igazodó helyzetével kelti fel gyanunkat. A jelentős távolság ellenére tiszta rálátás nyílik innen a holdvilág árok szakadékos középszakaszára, és mindenek előtt arra nagy sziklafalra, mely mint áldozati hely az egész temetkezési terület központját képezte. Ugye ezt mondják Weisslich barlangnak. De folytatnám. Emberi munka kétségbevonhatatlan nyomait fedezhetjük fel, hajdani sáncok szétterült alacsony kővonulatán. A kőhalmok apró kövekből állanak, és így feltételezzük, hogy mindez eredetileg egy fagerendás palliszád-szerű alkotmány bélés anyaga volt. Miután a szűke pomázi környéken más különböző korokból származó, de hasonló felépítésű védművekről is van tudomásunk, kézenfekvő lenne ezen a helyen is ilyesmire gyanakodnunk. De a katonai védelem számára láthatóan előnytelen itteni terepviszonyok ennek a lehetőségnek nyomósan ellentmondanak. Akkor mit védtek ki kellem? Kiktől? Így addig, amíg vizsgálati eredmények nem állnak rendelkezésünkre,
A fejedelmi sírok szomszédságában, a temetői bálvány közelében feltételezhetjük a további sírok csoportját. Hozzáfűzve még azt, hogy a helynek emellett más szertartási szerepe is lehetett. Itt gyülekezhetett az áldozat távoli, be nem avatott szemlélőjeként a köznép, és talán itt történt a ravatalozás és a nagyszabású halott titor is. Ezt a vidéket emberemlékezet óta Torilla névvel jelölik, és ha meggondoljuk azt, hogy a török időkben is lakott Pomász környékén mennyi ősi név konzerválódott, ez így igaz, például Ziribár, és sumérul értelmes, akkor könnyű elképzelnünk, hogy az ide vonatkozó eredeti névalak Tór vagy Tórhely lehetett, ami tökéletesen illene a feltételezett rituális rendeltetéséhez. Így is van. A szentélyszikla, ez a következő fejezet. Az eddig végzett vizsgálati és feltárási munkák alapján a holdvilágárok területén az észak-déli irányú szakadék feje felett nyugatra magasodó emberi munkával kiformált nagysziklát tekintjük történetileg és régészetileg legjelentősebb pontnak. Részben azért, mert tövében rejtőzik az elsőnek ide temetett, legelőkelőbb nemzetség főnek, mai meggyőződésünk szerint Kurszánnak a sírja, ugye Sacsai szerint Árpád, aki életében a honalapító magyarság nagyobbik királya volt, hát ugye a szakrális vezető, azt jelenti a künd név, napos magyar fordítva, részben pedig a szikla mélyén húzódó áldozati szentély miatt, mely pogány vallási viszonyainak felderítéséhez nyújthat értékes segítséget. Tehát a beavató szikláról beszélünk. Ez alkalmas sziklafaragvány néhány évtizeddel ezelőtt még úgy szólván teljesen elfedve rejtőzött is, és csak nagyon éles szemű kutató fedezhette fel a függőleges falfelület pár méteres kibukkanásán az emberi munka elmosódó nyomát. Tehát gyakorlatilag ebből a 18 méter magas sziklából, 12 pontosan már nem emlékszem, pár méternyi, egy ilyen ember magasságú részen kívül minden be volt temetve, mégpedig mesterségesen, nem csak természetesen, mesterségesen feltöltötték. Az üreg szentély száját Sashegyi Sándor még 1927-ben megtalálta és kibontotta. Azonban alaposabb, de sajnos akkor is korlátozott arányú részleges feltárására csak 1941-be került sor. Mindaz, amit ma itt láthatunk, több száz köbméteres kő és földtakaró alól akkor jött napvilágra. Bár még hiányos az elénk táruló kép, szentélysziklán és annak környékén most is számos érdekes részletet vehetünk szemügyre. A szikla jobbkéz felé eső falszárnyában tátongó üreg, a mélyben húzódó szentély bejárata. Az alaktalannak tűnő belépőnyílást készítői eredetileg egyenlőszárú háromszög alakúra vésték, és alsó részénél a sziklából erős küszöböt formáltak, mely a nyíláskeret hiányzó darabjaival együtt az évszázadokon keresztül ránehezedő kő és föltömeg nyomására hasadt le. Ez a háromszög alakú parlang bejárat sziklában, mert ez a Mithras kultuszra jellemző. Ha valaki nem tudná, ugyanúgy a bikaázzat is. A Mithras kultusz ugye pedig a nimródi mágizmus vallásban érhető tetten, úgyhogy itt nem kell őskeresztényezni a magyarságot, mert nem az. Ma kissé körülményes fellépni a nyílásba, viszont az üregszentély használata idején a szikló előtere küszöbb szintig fel volt töltve. Ebben a rétegben az 1940-es feltárás nyomán talált néhány edénytöredék elsőnek bizonyította a szentély 10. századi használatát. Tehát itt a kor meghatározó régészeti lelet az a cserép edénytöredék a Sashegyinél, mind a magyar, mind a hun korra vonatkozóan. De itt érdekes módon magának a szentélynek a használatára, nem a maga megépítésére, a használatára vonatkozó időmeghatározó leletek, azok 10. századi cserepek. Ezekből viszont nem semmisítettek meg mindent. Mai napig Szörényi könyvében is le van fényképezve, tehát mai napig ez megvan a nemzetibe. Az üregbe lépve először boltozatos aknanyílásba jutunk, melynek oldalában aránytalan formájú és magasságú lépcsőfokok vezetnek lefelé. Eléggé kényelmetlen lehet itt a közlekedés, de a szűk aknanyílást nem engedte meg, hogy sűrűbben lépcsőzzék. A durva lépcsőfokok már a feltáráskor középső részeiken erősen kopottak voltak, mutatva azt, hogy gyakran tiporták őket. A vallástörténeti kutatók, akik majd a távolabbi feltárások után az ehelyen folyt kultusz közelebbi felderítésén fognak fáradozni, például én,
Munkájukhoz értékes adatot nyernek ezzel a bizonyítékkal, mely szerint annak rendjében az áldozat nem ritka alkalmak, különleges eseménye volt, hanem a sámán papság mindennapos tendőjéhez tartozott. Hívjuk őket mágus. Soknak, viszont ugye a mágus... Na jó, nem megyünk bele. A bejárati akna fenekétől enyhe lehetéssel, kistöréssel, nyugati irányba keskeny, közel 5 méter hosszú folyosó vezet, melynek magassága másfél méter. De a végén 1 méterre leszökül. Falában mindkét oldalon lyukak látszanak, melyek felett a kormos boltozat mutatja, hogy fáklyák fel erősítésére szolgáltak. Tehát fáklya tartó vasak lukjai. A folyosó nagyobb helységbe a tulajdonképpeni szentélybe torkollik. Padló szintje a folyosónál 80 cm-en mélyebben fekszik, és 7 lépcsőfokkal emelkedik befelé. A szentélyüreg hossza 11 méter, szélessége 170 cm, magassága pedig átlagban 2 méter. A végén ez a helység is összeszűkül, és abba a kis szikla fülkében nyílik, mely felett a szikla felső teraszáig nyúló kürtő indul. Ez a fülke feltárásakor majdnem mennyezett magasságig tele volt, felülről beletobált kövekkel. De semmiféle régészeti leletanyag nem került belőle elő. A lejárati akna nyílásának kiszabadításakor a feltárók találkoztak a régi kincskeresők munkájának nyomaival, de a szentélyüreg lelettelensége nem erre vezethető vissza, tehát nem sírrablás miatt ilyen üres. Amikor a keresztény vallás térnyelése idején a pogány szentély működését beszüntetni kényszerült, a kultikus hely szolgálatát ellátó papság maga gondoskodott az üreg eltüntetéséről, és ezt a munkát olyan alapossággal végezte el, hogy a berendezési tárgyak általuk történt elszállítása és biztonságban helyezése nem is kétséges. Ezt a hipotézisemet más is alátámasztja. Ha a szikla szentély és a tágabb kultikus hely történetére, szerepére, valamint az itt folyt vallási szertartások lényegére vonatkozóan közelebbi és megbízhatóbb ismeretekre törekszünk, akkor azokat, a rovásokat és egyéb szimbolikus jeleket kell szólásra bírnunk, melyek itt a szentélyüregben és a oldvilágárok területén sziklákra faragva másfeli szépszámmal kerültek már elő. Sajnos ennek a munkának még csak a kezdeténél tartunk, és a jelek hiteles megfejtésének hiányában egyelőre csak felvetésekre vagyunk utalva. Miután a gondolkodó látogató akaratlanul maga is tűnődni kezd egy-egy felfedezett jel esetleges értelmén, tévedhetetlenség igénye nélkül közülük néhány ide vonatkozó gondolatot elsőnek a most ismertetett szikla szentéllyel kapcsolatban. A kürtő alatti kis fülke falán a mennyezethez közel egy megcsonkított kődudor alatta a padló szint felett pedig egy szintén erősen megrongált, lótuszvilágra emlékeztető faragmát láthatunk. Az egyszerű tömör kifejezésmód láttán nem kétséges, hogy fejlett vallásos szimbolizmus maga idejében igen közérthető jeleivel állunk szemben. A temetői környezet önmagában is sejteti, hogy az elénk tárt nagy fogalmak egyike a halál, a másik pedig a halálhoz vigasztalásként minden korban csatlakozó gondolatként az élet. Ez a társítás egyidős az emberi gondolkodással, valamilyen felfogásban központi hit életként szerepel minden vallási rendszerben. A halál és az élet szimbólumának egymás mellé helyezése itt a kultikus hely központjában, az áldozati tűz üregében, a feltámadás vagy túlvilág életbe vetett hit kifejezése. Ez a meggyőződés volt az itt folyó áldozatok központi gondolata. Ez fejezte ki a kürtőből felszálló füst, körüllengve a szentélyszikla felett magasodó hatalmas kőszobrot. Két kőszobor volt, két kőbaba volt, az egyik az áruk bejáratánál, a Magnavia Strigoniától 50 méterre, a Magnavia Strigonia egy római korban kiépített kereskedelmi út volt, mely a mai pomászt a mai esztergommal, Strigonummal kötötte össze. Míg ugye a másik kőszobor az közvetlenül a szentélyszikláján magasodott, feltehetően 3 méter magasságba. Ez leesett, porrá zúzódott, és hát gyakorlatilag lelőtték, és gyakorlatilag a formái még kivehetőek voltak, de hozzányúlni nem lehetett, mert porlatt az egész. Erről volt fényképe egyébként Fülöp
Zoltánnak. Nem tudom, hol vannak a Fülöp fényképek, őszintén mondom. Ha azzal a meggyőződése igyekszünk magunk elé képzelni a kultikus hely már megsemmisült, és így nem látható részleteit, hogy annak alkotóiban a vallási szimbolizmus magas esztétikai igényességgel párosulva irányította a szerencsés érzékkel kiválasztott terület mesterséges kiképzését lapozok, akkor a legtermészetesebbnek találjuk, hogy a szentélyszikla lenyűgöző képét valamikor egy felette emelkedő monumentális szobor jelképtette teljessé. Ennek maradványai a feltárás idején a föltakaró felsőbb rétegből annyira szétmálva részleteiket veszve kerültek elő, ugye ezt előbb mondta, hogy a megmentésükre gondolni sem lehetett. Már ledöntésekor súlyos sérüléseket szenvedett, lepusztulását végső soron a sok évszázadnyi fagy tette teljessé.